Az orosz-ukrán háború okán előálló európai élelmiszer és takarmánypiaci krízis minden gyorsabb leküzdése érdekében minden lehetséges eszközt meg kell ragadni, így növelni kell a mezőgazdaság teljesítő képességét is. Ezért az Európai Bizottság a tagállamok, köztük Magyarország sürgetésére 2022. március 23-án kiadott egy határozatot, aminek a részleteiről beszélt Botos Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatója. A gazdálkodóknak a Alapon tartott területeit bevonják a zöldítés alá, és az egységes kérelem beadásakor jelezniük kell, hogy erre is szeretnék fölvenni a támogatást. Ennek pusztán az a célja, hogy a továbbiakban a kieső ö, exportált búza vagy kukoricát valamilyen formával próbáljuk kompenzálni. A kizárólag 2022-ben érvényes intézkedés lényege, hogy az eddigi szabályozásoktól eltérően egy szántóföldi területet akkor is el lehet számolni a zöldítésben parlaként, ha kaszálják, legeltetik, vagy bármilyen szántóföldi haszonnövényt, például szóját, kukoricát vagy napraforgót termesztenek rajta. További jelentős könnyítés, hogy az EFA és a diverzifikációs parlakterületen folytatott termelés során akár növényvédőszert, beleértve csávázott vetőmagot is lehet használni. Ezek a támogatások nyilván a megszokott módon fognak lebonyolódni. Annyit kell figyelni a gazdálkodóknak, hogy amikor beadják az egységes kérelmet a faluazdászoknál, illetve a szaktanácsadóknál, hogy ezek a területek pontosan legyenek behatárolva és meghatározva. Az Agrárminisztérium felhívja a figyelmet, hogy az előnyöket a gazdálkodók akkor tudják maximálisan kihasználni, ha az egységes kérelem beadása előtt tájékozódnak a szükséges lépésekről. Ennek elősegítése érdekében a Magyar Államkincstár a honlapján részletes tájékoztatást nyújt, illetve az Agrárminisztérium ügyfélszolgálata is segítséget nyújt a felmerülő kérdések megválaszolásához. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falu gazdászai és a szaktanácsadói hálózat az eddigi gyakorlatnak megfelelően szintén a gazdálkodók rendelkezésére áll.